kettő célkitűzést követünk. Azt szeretnénk elérni, hogy növeljük a hatékonyságát a határőrizetőnek, és megtartsuk a menekült kérelem benyújtásának lehetőségét, de hát nyilvánvaló az a célja, hogy migránsok ne tartózkodhassanak jogellenesen az országba, és minden kérelmező ügyébe ott a helyszínen egy gyors döntés szülessen. A változtatásnak az a lényege, hogy az államhatártól 8 kilométeres mélységig, akiket elfog a rendőrség, azokat, ha nem valósult meg bűncselekmény, tehát nem derül ki, hogy embercsempészés, vagy nem tudjuk bizonyítani, hogy erőszakos tiltott határátlépés, tehát bűncselekmény alakzatot követett el, akkor ugye csak egy szabálysértés valósul meg, a rendőrség figyelmeztetéssel zárja le ezt a szabálysértést, majd pedig visszakísérik a kerítéshez a személyeket, kapunk keresztül kilépnek ugyancsak magyar területre, hiszen a határvonal és a kerítés között magyar terület van, és ott megfelelő felvilágosítást kapnak arról, hogy menekült kérelmüket benyújthatják a tranzitzónákba. Az így benyújtott kérelmek vonatkozásában a határon lefolytatott eljárás tavaly szeptember óta alkalmazott speciális szabályai az irányadók, nem alkalmazható kiutasítás és az a feltétel, hogy büntető törvénykönyv szerinti büntető eljárás ne kelljen, hogy elinduljon.